Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nemzeti minősítő gyakorlatot tartottak Nagymányokon, víz és viharkár elhárítása is a feladatok között szerepelt. Méza gasztronómiában testvértelepülési kapcsolatépítés Kétyen. Bukovinai székelyek búcsúja szentmisével és kiállítással emlékeztek. Idősek napi ünnepséget tartottak Izmenyben, 80 szépkorúnak kedveskedtek. Nemzeti minősítő gyakorlatot tartottak Nagymányokon. Az akció célja az alapvető víz és viharkár elhárítási képességek elsajátítása volt. Az eseményen részt vett több környékbeli önkéntes tűzoltó egyesület is. Nagymányokon tartották Bonyhád járási völgység mentőcsoport állományának nemzeti minősítő gyakorlatát. A reggeli elméleti oktatás után terepen folytatódott az akció, mondta Bartucz Máté. Két kár helyszínünk lesz, víz és viharkár elhárítására lesznek minősítve a mentőcsoportnak a tagjai. A gyakorlat módszere az két részből áll, egy tantermi előadásból és egy terepgyakorlatból. Tantermi előadás az már reggeli órákban megtörtént, és jelenleg a terepgyakorlat helyszínén vagyunk, itt lesz mindkét kár helyszín is. Az eseményen jelen volt Bátaszék, Kakast, Tevel és Bonyhád alakulata is. A helyi Nagymányoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület aktív tagja a völgységmentő csoportjának. Céljuk az, hogy ne csak a település kár eseményeit lássák el, hanem a környező városok, falvak segítésében is aktív szerepet tudjanak vállalni. Az önkéntes egyesületek a hivatásos egységekkel együttműködve hárítják el a károkat. Hukker András parancsnok számára az önkéntes tűzoltó munka generációs örökség volt. Van, ahol az önkéntességet, az önkéntes segítség nyújtást felmérik, hogy erre mekkora szükség van, és önként lépnek be a fiatalok, idősebbek egyaránt. Nagymányok a katasztrófavédelemmel egyeztetve a jövőben is tervezi hasonló minősítő gyakorlatok és oktatások megtartását. A munkavállalók és a munkáltatók szerint is a bérezés a legfontosabb szempont a munkahelyválasztásnál, derült ki egy felmérésből. A több száz ember bevonásával készített kutatás szerint a megkérdezett munkavállalók több mint kétharmadánál a bér a legfontosabb tényező a munkahely kiválasztásakor. Ezt követi a munkahely magánélet egyensúlya, valamint a szakmai fejlődési lehetőség. Nagyjából hasonló sorrend alakult ki, amikor ugyanerről kérdezték a munkáltatókat. A megkérdezett cégvezetők 88%-ának fontos, hogy a munkavállalói folyamatosan motiváltak legyenek. A munkáltatók szerint szép kártyával, lakhatási támogatással és szakmai továbbképzéssel lehet motiválni a dolgozóikat, a lista utolsó helyére pedig a munkavállalói részvény került. Ezzel szemben a munkavállalókat leginkább a magánegészségügyi ellátás motiválja plusz juttatásként, közvetlenül megelőzve a szakmai továbbképzést és a beutazási támogatást. A méza gasztronómiában, avagy testvértelepülési kapcsolatépítés a mézből készült ételek által címmel valósult meg a szüreti felvonulás kísérő rendezvénye Kétyen. A projekt keretében a résztvevők Kéty és testvértelepülése érsekkéty mézeiből, valamint az édesség felhasználásával készített házi süteményekből kóstolhatott. Kétyen szüreti mulatságot tartottak október első hétvégéjén. A rendezvény ugyanakkor otthont adott egy mézes programnak is. A magyar kormány és a Bethlen Gábor alap támogatásával megvalósult projekt a méz, a gasztronómia és a testvértelepülési kapcsolatépítés jegyében született meg. Ez a mai rendezvényünk, ez a érsekkéty és a magyarországi két települések barátságának az elmélyítése a méz segítségével című, így nagyjából összefoglalva, projektunknak a része, ami arról szólt, hogy a vendégeinket, az érsekétjeket is egy mézzel készült ebéddel fogadtuk. Minden süteményünk, amit itt fölvonultatunk, illetve mi megkínáljuk a gyerekeket, akik föllépnek, és az összes föllépőt is, és még a vendégeket is, Minden süteményünkben a méz szerepel, és a Kis Tibor helyi méhész
és hát érsekéty sajnos nem tudott eljönni a méhéz, de küldött méz mintákat, amit a Tibi kóstoltat az érdeklődőkkel. Kis Tibor 20 éve foglalkozik méhészettel, jelenleg 130 családot gondoz. A régióban repce, akác és napraforgó várja a szorgos rovarokat, a hársra azonban vándorol családjaival. A szakember elmondta, a méheknek, mint beporzóknak nagyon fontos szerepük van, nélkülük nehéz lenne az élet. Hozzátette, a méhész figyelme napi szinten a méhekre irányul, és feladatai az évszakokkal együtt változnak. Maga a méhészet az ciklikus, ugye leginkább márciustól szeptemberig van a legtöbb munkánk. Márciussal a méh családokat fölfejleszteni, hogy mire jönnek a virágzások, addigra megfelelő erőben és egészségben legyenek a méh családok. És a továbbiakban pedig, hogyha sikeres és eredményes a hordás, akkor ugye a mézek elvétele, a család általános egészségi állapotát rendszeresen két hetente figyelni kell, és kontrollálni, hogy a méhanya megfelelő kondícióban van-e, a családnak az összetételét szabályozni, ez mind rajtunk múlik. Annyira elkényeztettük a méheket az évezredek alatt, hogy bizony összszoros kötődés van köztünk. Mézzel és mézes süteményekkel is várta a kóstolókat a méhész, köztük a gyerekeket. Velük is meg lehet szerettetni a mézet, sőt, ezzel felnőttként is próbálkozhatunk. Ehhez is kaptunk receptet. Mindenképpen az akáccal kezdi mindenki. Az egy nem túl karakteres, gyenge ízvilágú, ezért is keresik a legtöbben. Nem is nehezen kristályosodik, évekre rá kristályosodik ez a belépő méz. Aztán az ínyencek mennek a vegyes méz felé, akik a vitaminokat gyűjtik, azok inkább vegyes mézek. Sportolók viszik a repcét, mert gyorsan ad energiát. A repcét viszik még a refluxosok, akiknek sok a savuk, nagyon jól leköti a repce, lugosít. Ínyencek hársot, esetleg gesztenye mézeket, hogyha olyan régióba jár, akik csemege mézet fogyasztanak kicsiben, ők ezt szeretik. A kétyi szüreti felvonulás mézes programja minden kóstolónak íz lett. A rendőrök október 9-e és 15-e között fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak Magyarország közútjain. Az egyenruhások elsősorban a menet közbeni telefonhasználatot figyelik, de nagy hangsúlyt fektetnek a személy és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb tevékenységek kiszűrésére is. Utóbbi kategóriába a járművezető által menet közben működtetett bármilyen elektronikai eszköz beletartozik. Megtartották a bukovinai székelyek búcsúját kismányokon. Az eseményt már 2014 óta szervezik a Tolna vármegyei településen. A nap egy zarándoklattal indult Bonyhádról, majd egy szentmisével folytatódott, ezt követően pedig egy emlékkiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. Kismányokon gyűlt össze a bukovinai székely közösség. A magyarok nagyasszonya templom zsúfolásig megtelt idősekkel és fiatalokkal, sokan csak kívülről hallgatták a több mint egy órás szentmisét. Az eseményen Keresztes Andor plébános celebrált. Hányan csak színlelik sokszor a házasságot, hogy együtt vagyunk, de nem köteleződnek el. Miért is? Mert gyenge bennünk a szeretet. A szeretet, ha erős, akkor tudunk felelősen dönteni. Ha a szeretet tiszta, akkor látom meg a döntésemnek a jó következményeit. Minden élő megy nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra. Az Isten tiszteletet követően a résztvevők átvonultak a szomszédos székelyportához, ahol egy emlékkiállítás nyílt. A tárlat régi tárgyakból, fotókból és ruhákból áll. Ezzel Német Kálmán, Elekes Dénes és Sebestyén Antal plébánosok emléke előtt tisztelektek, akik a bukovinai székelyekkel együtt jöttek a Bácskába. A porta fontos a közösségnek, mondta Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke. A régi stílusú stílusjegyeket meghagyva épült ez a székelyporta, úgymond.
amely magába foglalja ezt a házat, illetve a csűrt, illetve egy kápolnát. Tehát mindenképpen egy olyan központot szeretnénk, egy lelki oldalról megközelítve főleg, amely összegyűjti és a kultúránk mentén a bukonyai székelyeknek egyfajta összejövetelt, egyfajta lehetőséget arra, hogy közös ünnepléssel, mint valamikor Bukovinában hasonlóan megünnepeljék a búcsút. A napot délben egy közös ebéddel és egy kulturális műsorral zárták. Idén is eredményesen működött a jégkármérséklő rendszer. Magyarországon jóval kevesebb jégkárt regisztráltak, mint a térség más államaiban, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A talajgenerátorokat a védekezési időszakban április 15 és szeptember 30-a között 96 napon összesen 176.639 üzemórára kellett bekapcsolni. 2023 jóval csapadékosabb volt, mint az előző év. Többször alakultak ki jégesővel párosuló, illetve villámárvizeket okozó zivatarok, és a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak lesznek az időjárási szélsőségek, írták. A jégkármérséklő rendszert a NAK üzemelteti, a teljes belföldi lefedettséget 2018-ra építették ki. Az ország 986 pontjára telepített talajgenerátorok a közlemény szerint minden évben több 10 milliárd forint mezőgazdasági kárt előznek meg, emellett lakossági, ipari állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is védenek. Számítások alapján a rendszerre fordított minden egy forint, mintegy 33 forint termelési értéket óv meg. A karbantartási munkákat az év végéig elvégzik, ezzel felkészítik a rendszert a 2024-es védekezési szezonra. Az időseket köszöntötték Izményben, az eseményt már 5. alkalommal rendezték meg a településen, mintegy 80 szépkorú látogatott ki a helyi művelődési házba, ahol kötetlenül beszélgethettek és szórakozhattak a résztvevők. Az estét Izmény polgármestere köszöntő beszédével nyitotta meg, utána a Cappuccino együttes 1 órás műsorával szórakoztatta a szépkorú közönséget, majd a vacsora következett. Az eseményre az időskorúak mindig szívesen járnak, mondta Kelemen Ferenc. Én úgy gondolom, hogy ez minden település ugyanígy jár el, mert az idős emberek, azért mert idősek, azért nem szabad elhanyagolni őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így illő, és talán egy nemes gesztus, hogy el tudnak itt beszélgetni egymással és nagyon sok mindenki mással. Palkó Lajosné már nem Izményben él, de korábban több, mint 30 évet dolgozott itt az önkormányzatnál és a Takarékszövetkezetnél. Úgy érzi, ez az otthona. Az embernek a lába az elhagyja ezt a területet, még akkor is, ha csak 2 kilométer, de a szíve, az soha nem. A szívem az mindig itt van. És én bár álmomban is legtöbbször itt álmodom. A megjelenteket természetesen pálinkával is kínálták. Az önkormányzat azokról sem feledkezik meg, akik nem tudtak az ünnepségen megjelenni. December elején minden 60. év feletti lakosnak személyesen Kelemen Ferenc fog ajándékcsomagokkal kedveskedni. Regionális híreink következnek. A legkiválóbbak dolgozzanak a pécsiekért, kedvezményeket adna a Fidesz a közszolgálati szakembereknek. Meg kell menteni a Bóbita egykori épületét, továbbra is várja a hasznosítási ötleteket a képviselő. Gesztenyeliget fesztivált rendeztek Pécsbányán, 2 napon át gazdag program kínálat várta az érdeklődőket. Meg kell tartani, sőt meg kell szerezni azokat a szakembereket, akik munkája meghatározza a mindennapokat Pécsen. Ezért a közszolgálatban dolgozóknak kedvezménycsomagot vezetne be a pécsi Fidesz, ha a bizalmat kapnak jövőre a választóktól. A lakhatástól kezdve a kulturális és sport tevékenységek támogatásán keresztül az olcsóbb közlekedéssel segítenék a közszolgálatban dolgozók mindennapjait. Meg kell tartani a közszolgálatban dolgozó szakembereket, illetve ide kell csábítani őket a munkaerőpiacról. Erről beszélt hétfőn a pécsi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter azt mondja, ők jövőre egy kedvezménycsomagot vezetnének be. Amennyiben bizalmat kapunk, akkor bevezetünk egy kimondottan a közszolgáltatásokat ellátó személyeknek, dolgozóknak szóló kedvezménycsomagot,
amelynek az egyik legfontosabb eleme a lakhatás biztosítása, emellett pedig a sport, kulturális és egyéb közművelődési szolgáltatásoknak az igénybevételét jelenti, illetőleg a helyi tömegközlekedésben biztosít kedvezményeket. Első körben az önkormányzati intézményrendszer, vagyis a polgármesteri hivatal és az önkormányzati fenntartású bölcsődék, óvodák, szociális intézmények, egészségügyi intézmények, illetve a családsegítő, a közterületfelügyelet, a könyvtár és múzeum munkavállalói, valamint a rendvédelmi szervek, tehát a rendőrség, tűzoltóság és katasztrófavédelem pécsi kirendeltségeinek dolgozói számára lesz elérhető. A kedvezménycsomag legfontosabb pillére, hogy mindenkinek, aki Pécset, az érintett szektorokban közszolgálatot vállal, biztosítani kell a lakhatást. Az önkormányzati több ezres bérlakás állományból egy részt elkülönítünk a közszolgálati kedvezménycsomagra jogosultak körének, és ezzel azoknak, akik jelenleg nem rendelkeznek ingatlan tulajdonnal és a piaci áron kénytelenek albérletet fizetni, nekik egy ennél kedvezőbb lakhatást tudunk biztosítani. Ezen kívül fontosnak tartom elmondani, hogy ez kifejezetten a közszolgáltat teljesítők és családjuk lakhatását fogja célozni. Tehát látjuk azt, hogy az elmúlt 30 év legnagyobb korrupciós botránya van kibontakozóban jelenleg a pécsi önkormányzatnál, amikor kézen közön mindenféle visszaélések keretében kaptak lakást illetéktelen személyek a gyanú szerint. Ez nem fordulhat elő még egyszer, ezért szigorúan ellenőrizni akarják a bérlakások kiutalását, mondta a politikus. Színház és múzeum belépők, könyvtári olvasójegy kedvezményesen a közszolgálati dolgozóknak, a közlekedésüket is segíteni szeretnék. Helyi tömegközlekedéssel kapcsolatban kimondottan egy közszolgálati bérletben gondolkodunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük a tömegközlekedését a közszolgáknak, illetve a családjuknak, valamint ezen kívül rendelkezésre kívánjuk biztosítani szintén kedvezményes lehetőséggel, kedvezményes bérlettel számukra az önkormányzat sportolási és szabadidős felületeit. Itt kiemelten gondolok egyébként a vízfelületekre, annak érdekében, hogy ezek a munkavállalók megőrizhessék egészségüket, és a mindennapokban egy aktívabb, élhetőbb viszonyokat teremtsünk a számukra. Csizmadia Péter szerint a közszférában a legkiválóbbak dolgozzanak a pécsiekért. Legyen végre Pécsett is megbecsült hivatás közszolgálatot teljesíteni. Ezt szeretnék elérni, ha bizalmat kapnak a jövő évi önkormányzati választáson. Meg kell menteni a Bóbita Báb Színház egykori épületét a pécsi belvárosban, mondta Dévényi Sándor építész. A szakember szerint szégyen, hogy a kultúrájára oly büszke város vezetése hagyta, hogy ilyen életveszélyes állapotba kerüljön ez a történelmi ingatlan. Az épület további hasznosítására pedig várja az ötleteket a belváros képviselője. Így néz ki az egykori Bóbita Báb Színház főbejárata a Mária és a Szent Mór utca sarkán. Az épületet körbekerítették, mert életveszélyes. Megsérülhetnek a lehulló tégláktól, vakolattól a járókelők, ha túl közel kerülnek az ingatlanhoz. Pécs belvárosában a műemléki jelentőségi területen egy ilyen épület elhanyagolása, hát nem több mint vétek. Az épület a város tulajdona, amely sokáig a Bóbita Báb Színháznak adott otthont, azonban az EKF kapcsán 2010-ben ugye új helyszínt kapott a Bóbita, 10 évig nem lehetett elidegeníteni, az EU-s támogatásnak ez feltétele volt, és hát azóta se sikerült gazdát találni neki. Na de karbantartani kellett volna. Tehát a szégyen, hogy a belvárosunkban ilyen rossz állapotba keveredett egy épület. Mondja az építész, aki szerint meg kell menteni az 1905-ben épült ingatlant. Erre azonban tervet kell készítenie az önkormányzatnak. Először is kéne tenni egy alapos felmérést és egy tervet a helyreállítására, és egy költségvetést mellé, és utána kéne bármilyen elhatározást hozni, hogy a költségvetésben meghatározott összeg, mely, amikor rendelkezésre áll, milyen fázisokban, milyen ütemekben, mire fordítsuk. Az, hogy most aláducoljuk, az valószínűleg egy szükségszerűség, de ez a terv elkészítése, ez nem,
nem halogatható. Az épület egyébként alkalmas közösségi célok befogadására. Dévényi Sándor szerint mintegy 1,5-2 milliárd forintba kerülhet a teljes felújítás. A forrás megszerezhető az ÖPE önkormányzati képviselője szerint. Csak tudni kell, milyen közösségi funkciót kapjon a ház. Néhány nappal ezelőtt egy lakossági felhívást tettem innen a Bóvitától, aminek az volt a lényeg, hogy mentsük meg ezt az épületet, többre érdemes. És nagyon sok javaslat érkezett egyébként, most már százával, hogy mit szeretnének itt a pécsiek, de hogy mit lehet ebből a házból még kihozni. Erre megkértem Dévényi Sándort és Áspán Lászlót is, akik mérnökök, és már volt dolguk a Bóvitával, hogy segítsenek abban, hogy milyen műszaki lehetőségek vannak. Az ötleteket továbbra is várja a pécsiektől Kővári János az elérhetőségeire. Egyébként topos forrásból lehetne megmenteni az épületet. Erre pályáznia kell az önkormányzatnak. Mintegy 1,5 milliárd forint nyerhető el erre a célra. Azonban a támogatást akkor adják meg, ha már lehet tudni, mire használják majd az épületet. Ezért várja továbbra is az ötleteket a politikus. Ezek alapján kész javaslattal érkezik majd a novemberi városi közgyűlésre, ahol ismerteti a legjobb ötleteket, tudtuk meg Kővári Jánostól. Gesztenye-liget fesztivált rendeztek Pécsbányán. A hétvégi program két napon át tartott. Lovas bemutató, színházi előadás, tánc, kézműveskedés, olvasóliget, küzdősport bemutató és számos izgalmas program várta a résztvevőket. Pécsbányán a Gesztenyés utca 17-ben működik a közösségi ház. Vidáman zajlik éppen az élet a Gesztenye-liget fesztivál alkalmával. Gyerekek, felnőttek, idősek, családok látogattak el a nagyon színes, változatos kétnapos hétvégi programra. Láttuk, hogy lesz néptánc, és most ezzel a kislányomat nagyon meg lehet fogni, illetve a gyógynövénytúra, vagyis a vadnövénytúra iránt érdeklődtek szintén a lányok, úgyhogy gondoltam, sétálunk egyet, ameddig bírták. És hát a ringatóra elsősorban, arra mindenképpen. Éppen egy szüreti mese zajlik Benedek Elek nyomán az ünnepkörszín előadásában a Pécsbányai Közösségi Ház udvarán. Ez most kapcsolódott a nemrég volt népese napjához. A társulat az év során körbejárja az ünnepeket, és ha valami szívhez szólót talál, akkor hoz egy mesét, előveszi a hangszereit, a humort, a jókedvet és a közös táncot, mondta Bogárdi Alisz szakmai vezető programszervező. Amit itt láttuk, az mind saját, vagy egy régi szekrény a mamától, vagy egy terítő, vagy egy nagy lepedő, amit még a dédike hímzett. A hangszereink sem mai darabok már. Ami minket körbevesz, abból indulunk ki, próbálunk organikusan és környezettudatosan gondolkodni még ebben is. 2015-ben tartották az első Gesztenye-liget fesztivált az akkori civilek szervezésében. Az idei már a 8. alkalom, a Covid miatt egy év kimaradt. Megtudtuk, hogy a kétnapos Gesztenye-liget fesztivál első napja összművészeti jellegű volt, a szombati pedig családi nap. Valóban ilyen kis ligetekben vagyunk, szellemi értelemben ligetekben. Tegnap költő, fotóművész volt a vendégünk, illetve Várnagy Kinga színművésznő az Anyanyelve Magyar című monodrámájával, ami egy nagyon különleges monodráma, hiszen ő maga készítette el az életinterjút, ami kapcsán született. Tehát a tegnapi az kicsit egy romantikusabb, csendesebb, gyertyafényesebb nap volt, a mai pedig igazán harsány, zsizsgős, és a kicsikre, a családokra fókuszálunk. Lovas bemutató, színházi előadás, tánc, kézműveskedés, olvasóliget, küzdősport bemutató és számos izgalmas program várta azokat, akik kilátogattak a Gesztenyés utcai közösségi házba. A kétnapos Gesztenye-liget fesztivált a Pécsbányai Kulturális Egyesület szervezte. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. Nemzeti minősítő gyakorlatot tartottak Nagymányokon, víz és viharkár elhárítása is a feladatok között szerepelt. Méz a gasztronómiában testvértelepülési kapcsolatépítés Kétyen. Bukovinai székelyek búcsúja szentmisével és kiállítással emlékeztek. Idősek napi ünnepséget tartottak Izményben, 80 szépkorúnak kedveskedtek. Szerdán kora reggel párásság, kötfoltok is előfordulhatnak, majd napközben napsütés és fátyolfelhők jellemzik az égképet. Általában gyenge, olykor kissé élénkebb déli irányú légmozgás szállítja az enyhébb levegőt az ország térségébe. Éjszaka nyugodt, gyengén felhős, csillagfényes idő következik.
Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!